székházuk, vagy nem ezt osztották föl ilyen párt nem, darabokra, nem, nem. Aki bírta, nem, szerzett magának egy darabot? Nem, nem, nem tudtam, hogy itt Szegeden is van ilyen szép nagy... Én is laktam 10 emeletes panelházba, tehát vannak ismereteim erről. Mind a két gyerekem ott nőtt föl. Hát, ideig. Egy szoba, két félszobásba voltunk, de mégis mai korigények, de nagyon szép most itt a... Ez a város egyik legszebb kis hangulatos tere. Aha. És az oroszlánok itt is. Van még Kossuth Ferenc. Igen? Kossuth Ferenc is érkezett. Igen. Kossuth Lajos fia, aki laktanya volt. Igen. Magyar laktanya is volt, szovjet laktanya is volt. Nem orosz. A belga például, akinek orosz a felesége. Akkor természetesen egy lett, meg egy diplán, egy orosz. És ennek meg is van a haszna, mert voltunk például Kijevben, és hát az ukrán nyelv az azért mégiscsak közön. Kossuth Lajos pénzügyminiszter íróasztala mellett. Tényleg azt meg kell. Jó, köszönöm. Álljunk meg. Álljunk meg. Igen. Szívszorító lehetett. Iparban van, meg a kort az életben. Igen. És mármint, hogy a... Hát még a... Igen, azért persze, persze. Na, lehet. Kezdj csapolok. Kezdj csapolok. Bokros Lajos vagyok. Hallom, hogy érdekli Kossuth Lajos és a pénzügyminisztérium. Hát kérem szépen. Bizonyos szerintelenség nélkül mondom. Egybeesések vannak. Igen. Igen. Meghatom. Nem tartok magának előadást erről a témáról, de... Tessék nyugodtan. Nekünk ugye a tessék nyugodtan. Büszkes. Hogy került ide ez az íróasztal? Mert ennek nem kellene Cegléden lenni. Hát dehogy is nem. Cegléden van az ország leggazdagabb Kossuth gyűjtemény. Ezt akartam hallani. Úgyhogy én csodálkoznék, ha nem itt lenne. Egyébként ez a leggazdagabb. Csak hát annak idején a pénzügyminisztérium az nem itt volt. Hát igen, csak az a baj, hogy a Kossuthra... Igen. Egyébként ezek az eredeti gyűjtemények. Sokkal inkább a beszéde nyomán, nem? Nem, hát, hogy itt csak a... kezdődött az a igen. Gyújtó hatású, igen. Lényegében a szabadságharc. Úgy van, pontosan. Nem a forradalom, hanem a szabadságharc igen. Része. Igen, de ebből egy olyan szép mítosz lett, ami napjainkig tart. Igen. És ennek ez is része. Én... És arról tessék már valamit azt mondani, szintén, mert az, hát úgy... az is része volt a garnitúrának, azt láttam, igen, hogy formában. Igen, tehát az a hivatalosan egy író. Igen. Tehát álló író. Persze, persze. De az igazi az ez volt, hozzánk sokan járnak, óvodások is járnak, és az én legkedvesebb kérdésem az úgy szólt, valamelyik gyerek megkérdezte, hogy miért ilyen nagy ez az íróasztal. És akkor egy másik óvodás azt válaszolta, hogy mert Kossuth Lajosnak sok dolga volt. Föl voltak így polcolva az iratok. Ugye a pénzügyminisztérium az a Nádor utcában működött a Kossuth pénzügyminisztere. Igen. Ahol most egy iskola. Igen, pontosan. Van esetleg emléktábla. Így van. Na most egyébként... Azzal szemben dolgozok én most. Igen? A Közép-Európai Egyetemen. Igen, az is a Nádor utcában van. Egyébként ugye Kossuthnak most tényleg minden irónia nélkül, hát a magyar pénzügyhöz nagyon sok köze van. Igen. Ezért szoktam én azt a keresztkét. Netán egy második szabadságharc úgy van. Induljon, különösen ugye ez még a korai időszak. Igen. Igen, még nem. Ami pénznek mondjuk, de persze nem pénz, hát ezt maga nálam jobban tudja.
ezek azok a bizonyos... Nem biztos, hogy nem pénz, ha szabad kiegészíteni, mert ugye, ha valamit a társadalom elfogad, abban a funkciójában, hogy általános egyenértékes és csereeszköz, akkor az onnantól kezdve a pénzség nagyon komoly feladatait betölti. Igen, csak ugye ezek a mai fogalmaink szerint nyugták, amikkel Kossuth nyugtázta. Az nem baj, az is lehet, ha más elfogadja. Ha én kielítek egy nyugtát önnek. Ön azzal tud fizetni valaki másnak, mert az a másik is bízik bennem, hogy én majd fizetek lejáratkot. Onnantól kezdve ez pénz lesz. Ez nagyon szép egyébként, mert az van ráírva magyarul-angolul, hogy majd újra lesz szabad és független Magyarország. Az a kérdés, hogy mennyire hittek abban, hogy ennek van értéke. Nagyon hittek, mert körülbelül 500 ezer dollár összegyűlt ebből, és én soha nem hallottam, hogy valaki visszakérte volna egyébként a pénzt. Pedig hát az amerikaiak nem a nevezetesek, ugye? Hát rengeteg gyűjtő adna egy dollárt most egy ilyen bankóért vagy nyugtáért. Na de ez most már sokkal többet ér. Azért most már dollár nem ér semmit. Nagyon szép. Ideálljunk. Az gyurostól mellé. Mellé? Hát úgy, hogy látod, hogy a gyurostól is. De Cegléden 1923-ban van Kossuthtal kapcsolatos kiállítás. Nem mindig ugyanilyen ilyen formában, mert volt két háború. Itt azt nem tehetjük meg, és nagyon szívesen megtesszük, hogy Kossuthtal kiállítást rendezünk. Az tiszteletüket tegyék, és ami ennél sokkal fontosabb, hogy a mai napig létezik, most már egyesületként, az ő leszármazottaikból álló múzeumbaráti kör. Hajnalka is tagja egyébként. És ez Cegléden az szintén egy szent és sérthetetlen dolog. Ez a tabló is annak emlékére készült, hogy ők ott elutaztak Turinba. És nem csak politikai meggyőződésből, hanem egyszerűen emberi szolidarizációból. Én szerintem főleg abból akkor már. Igen, de hát ez 10 évvel a kiegyezés után volt, és akkor már a kiegyezés megszilárdult Magyarországon, és szó nem volt arról, hogy újabb szabadságharc lesz. Ez történelmi tény szintén, és nem az, hogy kinek mi a véleménye, hanem igen. Tehát attól még lehetett egy főhajtást az öreg ember előtt tenni, hogy az a gondolat, az már akkor nem volt megvalósítható. Hát itt Cegléden egy kicsit őt úgy kezelték valóban, mint egy, tehát úgy írtak, nem én írt mondom, hanem a korabeli cikkek, újságok, könyvek mondják róla, hogy Isten második fia, a magyarok megváltója. Tehát kicsit úgy, mintha ha egy Isten lenne, kicsit úgy, mintha hozzátartozó lenne. Úgyhogy erre vagyunk a legbüszkébbek, és hát arra, hogy tényleg... És sikerült mindenkiről megőrizni fényképet? Hát ezt igen, ezt túlélte a háborút is. Ez maga mikor készült ez a tabló? Rögtön azután, miután ez a küldöttség kiment? Igen, 1877-ben. Ezt a fotó, ezt mindegyikük kapott egyet ebből, egy dedikált példányt. Kifejezetten a Ceglédiek kedvéért fényképezkedett Kossuth, ami egy nagy... És akkor készült mindenkiről külön-külön is. Igen. Szerintem néhányan életben először akkor fényképezkedtek is. Egyébként volt közöttük egyetlen nő is, de hát ők valahogy lehozták a tablóról. Hát nagy baj. Mindannyian Cegléd, kivéve őt, ő országgyűlési képviselő volt itt a közeli. Van ilyen? Simonyi. Hát az van írva. Ja, a följe. Igen. Simonyi Ernő, országgyűlési képviselő. Ő kísérte el hivatalból. És Domos János a... Ő volt a szónok. Szónok, a küldöttség szónoka. Ő a polgármester, mármint az akkori polgármester. Ő volt a választási bizottság elnöke. És ott legfelül pedig az a párt elnöke. Azt most kérem, ne kérdezze, hogy hívták a pártot. Mert ugye ezt hívták... Hát ez volt a Magyar Függetlenségi Pártnak a csírája. Akkor tudjuk. Igen. Nem, akkor nem tudom is, igen. Hogy hívták, igen. Ráadásul Cegléden az a furcsaság is megesett, hogy egy párt
két jelöltet is indított az országgyűlési választásokon egymás ellen. És ezt 1877-ben annak Kossuthot választották meg, és abban nem volt vita. Tehát Kossuthban mindenki. Kedves Erika, nagyon szépen köszönjük. Igen, már is megkedem a kormányt. Gyere, 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 ez csak a... Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Nem tudom, hogy erőtérünk, ez nem más, mint a betűnő szolidáció. Itt arról van szó. Megkozalt az engem most volt. Arrogánsan. Majd mi jó. Vladimir Vladimirovics, és akkor azt mondta, hogy világban Heraus. Jó, de nem baj, mert a cárnak nem kell tudni minden nyelven. Először is az orosz világnyelv, német szintén. Én megörülök, hogy ezt is tettek.